A magyar gazdaság töretlenül növekszik, mondják egyesek. Töretlenül erősödik, mondják mások. És közben azzal találjuk magunkat szembe, hogy a növekedési ütem lassul, majd egyre több problémával nézünk szembe. Másfél év óta ez a folyamat rajzolódik. Csak mismásolás és elfedés van közben. A 2011-es költségvetésben nagyjából 7,5%-os a hiány mértéke majd, mire odaérünk. Persze ez el lesz fedve. El lesz fedve az elkobzott magánnyugdíj pénztári megtakarításokkal. A gazdasági növekedés a 3%-ot meghaladja, mondták sokan. Köztük a miniszterelnök is. Most már nem mondja. Most már csak arról beszél, hogy majd beszélni fogok valamikor, szeptemberben. De előtte még a frakciómmal egyeztetek. Elgondolkodhatók ezek a folyamatok. Aztán év végén majd azzal szembesülünk, hogy a gazdasági növekedés lesz 2%, 2,2%. Azzal szembesülünk, hogy a fogyasztás visszaesik. Azzal szembesülünk, amit tudtunk előre, és mondtunk, hogy ha az emberek zsebében kevesebb a pénz, egyrészt az elkobzások, másrészt a személyi jövedelemadó egykulcsos rendszeréből fakadóan, akkor nem fog működni ez az ország. De ők képesek ezt megfejelni. Képesek olyan munkatörvénykönyv tervezetét életre hívni, amelynek több millióan vesztesei lesznek. Úgy, mint az egykulcsos személyi jövedelemadónak. Több millióan vesztesei lesznek, egyszerűen azért, mert elesnek forrásoktól, egyszerűen azért, mert a jövedelmük akár 20-30% is csökkenhet majd. 20-30%-kal. Hihetetlen kimondani. Hihetetlen, amikor az elmúlt esztendőkben, az elmúlt évtizedben folyamatosan arról szólt a fáma és a tények is azt igazolták, hogy évről évre néhány százalékponttal mindig nőtt. Reál értékben is a megszerzett jövedelmeknek a mértéke. Most pedig azzal szembesülünk, hogy olyan munkatörvénykönyv tervezet áll előttünk, ahol akár a túlórák megváltása szabadidőben, tehát a túlóra pótlékok meg nem fizetése, akár a műszakpótlékok részben eltörlése, délutános pótlékok lenullázása, éjszakai pótlékok 50%-ról 15%-ra történő csökkentése, így kimondva nem sokat jelent, majd megélve többet fog. Ja, hogy mit fog? Hogy fogható és érezhető legyen. Röviden elmondom. Azt fogja hozni, hogy 300 túlóra az, ami ebben a törvénytervezetben ott van, mint lehetőség kollektív szerződéstől függetlenül a munkaadók kezében, amiről dönthetnek. Ez nagyjából az éves munkaidő alapnak 12-13%-a. Az 50%-os pótlék meg nem fizetése az nagyjából az éves megszerzett jövedelmeknek a 6-7%-a. Ennyit fognak elveszíteni a túlóra pótlékok meg nem fizetése okán a dolgozók. És az éjszakai pótlék elvétele 50-15%-ra, az a 35%-os csökkenés, ha valaki folyamatában éjszakai műszakot is vállalva éli az életét, a mindennapjait, akkor ez 10-12-13%-pontos csökkenést jelent az éves megszerzett jövedelemhez képest. Ez a két szám már együtt 20. Ha a túlórát hozzáadom, akkor az egynegyedét elvesztették a jövedelmüknek, a megkeresett pénzüknek az emberek. Ja, és nem a tehetősök, nem. A kiskeresetűek. Mert döntő többségben ők dolgoznak olyan munkarendben, ami akár délutános, akár éjszakai munkarendként megfogható. Ja, hogy nem csak a pénzüket vesztik el, hanem a szabadságukat is. Hát gondoljanak csak bele. Eddig úgy működött mondjuk a szabadság kiadás rendszere, hogy a munkavállaló önrendelkezési joggal is bírt. Maga eldönthette. A munkaadója egyezését persze ki kellett kérnie, de a döntési jogosítvány mégis az ő kezében volt, hogy hosszabb futamidőre hogyan és miképpen vehet igénybe a szabadságát. Most majd az következik, hogy 5 napról dönthet a munkavállaló. 5-ről. Azt is előtte kellő időben be kell majd jelentenie. No de a döntés jogosítványa tovább szűkül, mert a szabadság mértéke is csökkenni fog. Eddig úgy nézett ki a helyzet, hogy 25 éves korig 20 nap alapszabadság illette meg a dolgozót,
majd 25-től 28-ig, 28-tól 31-ig, tehát egy ilyen 2-3 éves időtartam alatt plusz-plusz egy-egy nappal egészült ez ki. 31 éves kor után pedig 2 évente egy nap a további kiegészítés. Magyarul ez azt jelentette, hogy 45 éves korában a dolgozó 30 nap szabadsággal bírt. Mi a törvénytervezet kapcsán az, amivel szembe találkozunk? Az az, hogy az indulás pillanatában ellopnak egy évet. 26 éves korig. 26 éves korig 20 nap az alapszabadság. Utána pótszabadságot adnak, nem alapot, pótszabadságot, ami már egy kicsit kétségesé teszi, majd később mit akarnak ezzel. Pótszabadságot adnak, de azt úgy teszik, hogy a 26 és a 31 év között egy 5 éves időintervallumba adnak egy, azaz egy napot. Ugye itt is valami hiányzik az előbbiekhez képest. Majd utána 31 éves kor felett pedig 5 évente adnak 2. Az előzőben 31 felett 2 évente 1, itt 5 évente 2. Eltűnik, valami megint eltűnik. De honnan? Megint a kisemberek zsebéből, megint a kisemberek mozgásszabadságából. És az új rendszerben nem 45 évesen jut el az ember oda, hanem 51 évesen, amikor eléri azt, hogy újra van 30 nap szabadsága. Hát ezt a példát csak azért mondtam el, így számszerűsítetten is, akár a túlóra, akár a műszakpótlékok, akár a szabadság tekintetében, hogy érezhető s világos legyen, hogy hogyan és miképpen gondolkodik ez a kormányzat, bár tagadják, ez nem az övék, nem, csak az ő honlapjukon jelenik meg a Nemzetgazdasági Minisztérium által, hogyan s miképpen gondolkodik az emberekről, a dolgozókról. Mit akar adni nekik, legkiváltképp mit akar elvenni tőlük. Azt gondolom, a miniszterelnöknek tehát lenne miért kiállnia. Lenne miért mondania, emberek, mindaz, ami a kormány honlapján van, az az butaság, az hazugság, az tévedés. Be kellene vallani. Be kellene vallani, mert egy családbarát kormánynak az a dolga, hogy a családok, a gyermekek, a nők sok mindenki más érdekét szolgálja. És nem azt, hogy úgy cselekszik, akár a védettség tekintetében, amelyben most már mismásolnak, akár bármilyen más dolog vonatkozásában, hogyha a szülő nőre gondolok, aki ha megszült, akkor a férje 5 nap fizetett szabadságban részesülhet a mai viszonyrendszer keretei között, a törvénytervezet alapján pedig majd fizetetlen szabadságot, jó téteményként fizetetlen szabadságot vehet ki erre az 5 napra, hát ez családbarát. Ez ugyanúgy családbarát, mint az, amikor a gyermektámogatások, a családtámogatások rendszerén keresztül a 6-7-800 ezer forintos jövedelemmel bíró ember havonta 33 ezer forint nettóhoz tud hozzájutni egy gyermek után. Ha van 3 gyermeke, akkor 1 ezer forint hiány 100 ezer forinthoz. A gép mellett dolgozó, minimálbéren dolgozó ember, az meg nem tud hozzájutni ezekhez a pénzekhez, mert nincs negatív adójóváírás. Az ő gyermeke az nem érdemli meg azt a 33 ezer forintos támogatást havonta. Hiába dolgozik a szülő. Családbarát, mindez családbarát. Miniszterelnök úr, nem kellene ezekben a dolgokban megszólalni? Nem kellene ezekben a dolgokban lépés irányt váltani? És még sok minden másban, ami torzóként fogható ebben a munkatörvénykönyv tervezetben. Mert ez így nem munkatörvénykönyv tervezet, ez így a munkaadók törvénykönyvének a tervezete. Ez nem arról szól, hogy egyrészt rugalmasságot biztosít, másrészt pedig biztonságot ad, hanem arról szól, hogy a rugalmasságot azt megadja a munkaadóknak azért, mert közben tőlük is elvett, s rájuk is súlyokat pakolt. Azért, mert a kormány elkövetett hibáiból fakadóan olyanfajta intézkedésekkel ruházta fel őket, amelyeket szinte lehetetlen teljesíteni. A 300 ezer forint jövedelem határ alatt keresők esetében ne keressen senki kevesebbet, a munkáltatók egészítsék ki a bérüket. Van egy ilyen törvény. Elfogadták a parlament falai között. És most azt mondják nekik, hát cserébe kaptok olyan lehetőséget, hogy egy újabb bőrt lehúzhattok a munkavállalókról. Ja, hogy ezzel nektek sem lesz jobb,
Mert a munkavállalók alulmotiváltak lesznek? Mert akitől szabadságot vesznek el, akitől jövedelmet vesznek el ugyanazért a munkáért, attól hogyan és miképpen lehet azt várni, hogy hozamot termeljen? Hogy ne 2%-os legyen a GDP növekedése, hanem 3, 3,5 vagy 4? Miniszterelnök úr, nem kellene ezen elgondolkodni? Nem kellene ebben lépést váltani? És talán kinyilatkoztatni? Szóval azt szeretném mondani utolsó mondatommal, hogy ha a kormány nem látja, a miniszterelnöke nem érzi, hogy ebben váltást kell eszközölni, akkor mindenki másnak, akik annak idején 10,000-vel tüntettek az utcákon, el kell ezen gondolkodni. Mindenki másnak, aki munkavállalóként komolyan gondolja azt, hogy az érdekei nem sérülhetnek csak úgy, a kormány jó voltából. Össze kell fogni. Össze kell fogni. Politikai hitvallástól, vagy minden más egyéb gondolkodástól függetlenül. Nem az identitás tudat, hanem az igazságosság, hanem a biztonság kell, hogy meghatározza ezen kérdések alapját. Úgyhogy a Magyar Szocialista Párt nevében nyugodtan mondhatom, mindenkit arra buzdítunk, hogy ezen kérdések kapcsán nagyobb összefogást tanúsítsunk az elkövetkezendő időszakban, mert ha nem ezt tesszük, akkor ők viszont azt teszik, amit akarnak, és úgy, ahogy akarják, és mindenki kárára, de még a saját javukra sem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!